Az Alzheimer-kór egy a leggyakrabban előforduló demencia típus. Ilyenkor egy kortikális, tehát kérgi atrófiáról, egy agykéreg sorvadásáról beszélhetünk. Ez igazából egy patológiai diagnózis, tehát az agyban olyan folyamatok játszódnak le, amely egy idegsejtpusztuláshoz vezet. Ilyenkor kóros amiloidok rakódnak le, ez az egyik elváltozás, a másik, meg hogy úgynevezett hiperfoszforirált tau fehérjék alakulnak ki, amelyek szintén idegsejtpusztuláshoz vezetnek, és ezáltal következik be hosszú távon a demencia. Egyébként ez a sejtszinten ez már sokkal hamarabb elkezdődik, mint mielőtt a tünetek megjelennének. Tehát akár már ilyen 40-45 éves korban ez a folyamat elindul, csak szerencsére sokkal később, általában leggyakrabban 65 éves kor körül kezdődnek az észlelhető tünetek. A szótalálási nehézség az kifejezetten jellemző az Alzheimer-jára, és természetesen a összetettebb, komolyabb munkát, tervezést igénylő feladatok, amik abstrakciót igénylő feladatok, amiknél először jelentkezhet ez a probléma. Ez gyakran még a környezetnek föl se tűnik, esetleg a beteg már érez valamit, hogy kicsit nehezebben állítja össze azt a munkát, amit korábban néhány perc alatt gyorsan meg tudott oldani, de például háziasszonyoknál előfordulhat, hogy amit korábban könnyedén egy bonyolult süteményt meg tudott csinálni, és egyszer csak azt veszi észre, hogy nehezen állítja össze, vagy kihagy belőle valami alkotó részt. Nagyon gyakran ilyen alaptomosan, nehezen észrevehetően kezdődnek a tünetek. Elsődlegesen egyébként ugye a rövid távú memória zavarról van szó, tehát ugye nagyon gyakran azért a feledékenységgel kezdődik a betegség. Ez általában az úgynevezett epizódikus memóriát érinti, ez az időponthoz, eseményekhez köthető emlékezést jelenti. Tehát, hogy elfelejti, hogy tegnap hol volt, mit csinált, mit beszélt meg. Ezek a legelső tünetek.